Az az igazság, hogy ezt a hordott falaton legelőször a faipari kávelkártyúlásnél 67-ben, akkor nyári szünetben ott dolgoztam, mint tanuló, az akkori elnök befogott, hogy kaptam egy ilyen rajzmintát, és a díszhordó már kész volt, és lerajzoltam, és akkor csinálgattam, és ott dolgoztam 2 hónapot, és akkor tanultam meg ez a kis csapokat esztergályozni, meg ilyen szmit. Muszáj volt szót fogadni, mert a munkaidő alatt azt kell csinálni, amit a főnök parancsol. Székely Lázár egész családjában jelen volt a művészetekkel való kapcsolat. Lázár bácsi nagyapja József falván volt bognár, és szabad idejében fafaragással mulatta az időt. Nagybátyja kálvária képeket készített, míg az unoka testvére tányérfestő volt. 10 éves volt, amikor a nagybátyja a kezébe adta a szerszámokat, és azt mondta, tanulj és művészkedj. Nos, Lázár bácsi megfogadta a tanácsot, tanult és művészkedett szorgalmasan. Olyannyira, hogy mára már megszámlálhatatlan mennyiségű használati és dísztárgy került ki a kezei közül. A bátaszéki háza tele van saját alkotásaival, ahová rendszeresen érkeznek érdeklődők. Ezúttal a Petőfi Sándor művelődési ház vezetése is úgy gondolta, helyet ad Lázár bácsi alkotásainak. Pödör György az alkotó ember, aki farag, szívet, lelket vés a fába, kétkezesen kérgesül talán hiába. Életre kell a görcs, egy arccal majd kinő, a már beleszáradt és mulandó idő. Az idős fafaragó testvére Székely Rózsa lepte meg versével a családi hangulatú megnyitón. Lázár bácsi különleges technikával készült képei alkotják a kiállítás gerincét. Amikor beszélgetni kezdtünk, újra előkerült a családi legendárium a kezdetekről, meg arról, hogy a faragás csak hobbi, a megélhetést már régen se biztosította. Én eredetileg itt születtem Bátyaszéken, ebben a 4. házban, csak a nagypapámnak a testvére volt fafaragó, és rám hagyta a szerszámkészletet, és hogyha mit csináljak unalmamban, 12-3 éves voltam, nekiálltam faragni, sikerült egy-két kutya, meg egyéb ló, és akkor utána a faiparihoz kerültem dolgozni, és ott a díszhordók elejét faragtam. És hát ebből nem lehet megélni, elmentem husziparihoz, hentesként dolgoztam, és ez a mostan nyugdíjasként, ez a mániám. Úgyhogy nagyon szeretek faragni. Most legutoljára a szentképekkel foglalkozok, de most a régi faragásaim az áttört minták mutatnak jobban. Azért hoztam el, mert a szentképek azok nagyon egyformák. És egy téma, egy ház, és azt nem nagyon imádják a népek sem, inkább a különlegességeket, ilyen emléktárgyakat meg. Díszdobozt, boltartót, díszhordót, kulacsot, ilyeneket csinálok mostanában. Lázár bácsi nem csak nevében Székely, valóban az. Így aztán a Székely kapunak, mint mindenkinek a népcsoportban, számára is különleges jelentősége van. Azt mondja, mindig céllal lát neki a munkának, nem csak úgy, majd csak lesz belőle valami módon. A Székely kaput, ezt már terveztem 10 éve, és hát dolgoztam bele nagyon sokat, de közben jöttek ilyen, hogy borosdoboz faragjak, meg ékszeres ládát, meg kisgyerek csüpőnek tartó dobozt. Hát muszáj volt azt közben megcsinálnom. De nem úgy faragok, mint egy munkás, hogy 8 órában, hanem 1-2 órát délelőtt, délutáni órákban megint 1 órát faragok, 2-t. De nekem muszáj pihennem, mert én nagyon lustrofajta vagyok. Volt nekem egy nagyon picike székelykapum, gyerekkoromban csináltam, és elvitték Pestre, rokonokhoz ajándékba, és 20 évig vártam arra, hogy ebből legyen egy nagyobb székelykapu. Ad a kérdésre, hogy maradt-e még valami, amit eddig nem faragott meg, és érzi rá a késztetést, rövid és egyértelmű válasz érkezett. Hát nincsen. Most úgy vagyok vele, 73 évesen, de nem fejezem be, de ha találok valami olyat értékeset, akkor csinálok. Azért azt még hozzáteszi, hogy legutóbb nekiállt 3 elefántnak, és nagyon élvezte, kiállításra is eljutottak a jószágok, és gazdájuk is akadt.
Egyelőre nem látszik az utódlás a családban, bár az alkotói hajlam tovább szállt, Lázár bácsi fia az ecsettel és a festővászonnal van barátságban. Azt is elmeséli, ő is szívesen festett volna, tanulta is a szakmát, csak akadt egy kis probléma, ő ugyanis színtévesztő, így aztán nehéz jó képet festeni. Így maradt a fa, meg a fafaragók is. Én úgy vagyok vele, van egy mondásom, hogy a fa akkor örül, hogyha én faragom, mert új életre kell, nem halt meg, és ezért szoktam olyan, hogy inkább ilyen mutatós képeket, szántás, vetés, meg ilyeneket faragok, lovat, meg hát mindenféle vadvisnak csináltam, akkor juhász, meg egyéb dolgokat. Ez az igazság, hogy nem csak tűzre való a fa, hanem ezt már az ősember korban is használták dísztárgynak. Két hobbim van, mondja. A faragás a második, és nem találják ki, mi az első. Lázár bácsi megszállott füstdőző, imád lubickolni, és minden lehetőséget megragad hobbija megélésére.